Sziasztok! Józa Robert vagyok, és a Szinkatai autóbuszgarázsban dolgozok, mint forgalmi oktatótiszt. Ebben a részben bemutatom nektek a BKV autóbuszvezető képzési rendszerét, illetve beszélni fogok arról, hogy hogyan lehettek nálunk autóbuszvezetők. Tartsatok velem! Szeretnél a BKV-nál autóbuszvezető lenni, az alábbi okmányokkal kell, hogy rendelkezz. D kategóriára érvényes vezetői engedély, 102-es orvosi bejegyzéssel, érvényes GKI igazolvány D kategóriára érvényes bejegyzéssel, és PÁV 2-es érvényes határozat. Ha ezekkel rendelkezel, akkor a BKV belső képzési tanfolyamán a D-át képzőn kell részt venned, amit mi magunk között kékítő tanfolyamnak szoktunk nevezni. A tanfolyam egy hét elméleti képzésből és az ezt követő gyakorlati oktatásból áll. Itt minden olyan releváns tudás birtokába kerülsz, amely a további munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges. A tanfolyam első napjától főállású autóbuszvezetői munkakörbe kerülsz felvételre, és autóbuszvezetői bérezésben részesülsz. A tanfolyam befejezése után autóbuszvezetőként dolgozhatsz nálunk. Tudjátok, hogy mitől kékítő a kékítő tanfolyam? Attól, hogy ugye elméleti és gyakorlati képzésben is részesültök nálunk, és ezáltal, ugye miért a buszaink színe kék, ezáltal ezután a tanfolyam után váltok már ti is kék autóbuszvezetőké, azaz BKV autóbuszvezetőké. Szeretnél a BKV-nál autóbuszt vezetni, de valamelyik okmányod hiányzik? Tudunk ebben is segíteni. Van érvényes D-kategóriás jogosítványod 102-es orvosi bejegyzéssel? Érvényes PÁV 2 határozatod? De nincs D-kategóriára érvényes GKI igazolványod? A BKV-nál megszerezheted a D-kategóriára érvényes GKI igazolványt. Tanfolyamaink heti rendszerességgel indulnak, és a tanfolyam első napjától főállású autóbuszvezető tanulói munkakörbe kerülsz felvételre. A tanfolyam alatt már munkabért fizetünk részedre, képzés költségeit és hatóság vizsgadíjait a BKV átvállalja. Ha a D-kategóriás jogosítványod 2008. szeptember 9-e előtti, akkor továbbképzésen kell részt venned, ha 2008. szeptember 9-e utáni, akkor alapképzésen kell részt venned. A tanfolyam hatósági vizsgával zárul. A tanfolyam időtartalma körülbelül egy hónap, sikeres vizsgák után a BKV kékítő tanfolyamán kell részt venned. Ezt követően dolgozhatsz majd nálunk, mint autóbuszvezető. Nem rendelkezel érvényes D-kategóriára érvényes GKI-val, és nem rendelkezel D-kategóriára érvényes jogosítvánnyal? Tudunk ebben is segíteni. Ha van a C-kategóriás érvényes jogosítványod, 102-es bejegyzett orvosi alkalmassággal, érvényes PÁV 2 határozatod, betöltötted a 21. életévet, a BKV-nál megszerezheted a D-kategóriás jogosítványt is. Havi rendszerességgel indítunk D-kategóriás tanfolyamot. A tanfolyam első napjától főállású autóbuszvezetői tanulói munkakörbe kerülsz. Természetesen itt is igaz, amit a GKI tanfolyamnál már említettem, a tanfolyam alatt már munkabért fizet a BKV, a tanfolyam költségeit és hatósági vizsgadíjait átvállalja. A tanfolyam három modult tartalmaz, és három hatósági vizsgát kell tenned, KRESZ, rutin és biztonságos üzemeltetés, illetve D-kategóriás forgalmi vizsgát kell tenned. A tanfolyam időtartalma körülbelül három hónap. Ezt követi a GKI tanfolyam és a kékítő tanfolyam, ami a D-kategóriás tanfolyammal együtt körülbelül 4-5 hónapot vesz igénybe. A 2004-ben, mikor a BKV-hoz jöttem, én is ezen a D-kategóriás tanfolyamon vettem részt. Tehát idén már 18. éve, hogy itt dolgozok a BKV-nál. Egy 2022-es évi jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy érvényes B-kategóriás... Egy 2022-es évi jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy érvényes B-kategóriával, C-kategória nélkül D-kategóriás jogosítványt szerezhess. Ilyen képzéseket 2023-tól lehet indítani, a BKV tervezi ilyen képzés indítását. Ahhoz, hogy ki tud választani a számodra legmegfelelőbb autóbuszgarást, adok egy pici segítséget. A BKV ZRT-nek Budapesten 5 telephelye van, ebből 3 Pesten, Délpesti, Troli és a Cinkotai divízió, Budán pedig 2 található, Kelenföldi és az Óbudai divízió. Ha valamelyik képzésünk, illetve állás lehetőségünk felkeltette a figyelmedet akár telephelyeinken a forgalmi szolgálatvezetőknél előzetes bejelentkezés után,
Ezen kívül a bkv.hu/karrier oldalon, illetve közösségi oldalainkon kaphatsz részletes információt. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.